A színésznő nagyon sajnálja, hogy Andy Vajna már nem láthatja az első filmet, amit rendezett, Dobókat a jó érzéséből sokat vesz el a hiányérzet, amit a film mogul miatt érez. Ahogy azt a Blake is megírta, a Fiumei úti sírkertben helyezték örök nyugalomra Andy Vajnát a múlt héten, aki hosszú betegség után 74 éves korában hunyt el január 20-án, és akit Los Angelesben is eltemetnek a napokban. Andy Vajna halála fiatal feleségét, Vajna tímeját is nagyon megviselte, de a film mogul Dobókatának is nagyon hiányzik. A színésznőnek a jövő hét folyamán mutatják be az első filmjét, a Kölcsönlakást, amit nagyon szeretett volna megmutatni kész állapotában Andy Vajnának, ám erre már nem volt lehetősége. A filmmogul tiszteletére egy üres széket kihagynak majd az egyik teremben a premiéren. Andy sajnos nem látta a film kész verzióját, csak egy nyersen vágottat. Így minden effekttel, kész hanggal már nem tudta megnézni, pedig nagyon szerettem volna neki is megmutatni. Ez a hiányérzet vesz el a jó érzésből, ami most van bennem. Ezt neki is látni kellett volna, és nagyon készült is rá. Öt teremben lesz majd egyszerre az igazi premier 12-én, és abban a teremben, amelyikben én nézem majd, lesz egy üres széke Andinek, mondta a Ripostnak Dobókata első filmes rendező, aki támaszaként tekintett Andy Vajnára.